Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a kisfilmben a Tatabányai Ipari Park mögötti területre, a szomszédos környe település határába fogunk elmenni, ahol egy romos kúria épülettel, illetve egy feledésbe merült tudóssal foglak megismertetni titeket. Ha van kedvetek, tartsatok velem! Nagy Tagyos pusztán, környekösség külterületén járunk. A mezőgazdasági létesítményen túl egy kisebb lakóközösség is él itt. Egykor ez a hely adta a Konkoli Tege család birtokának központját. Itt volt a magyar csillagászat és meteorológia legmeghatározóbb személyének, Konkoli Tege Miklósnak az egyik csillagvizsgálója is. A területen több úrilak is volt. A Konkoli Tege dinny és kúria épülete, majd szépen felújított konferencia és szabadidős központnak ad helyet. Innen pár száz méterre egy buszmegálló és egy néhai szilásdepó közelében vetjük be magunkat a fákkal benőtt területre, ahol bal oldalon egy méhészet szorgos kis munkatársaival találkozhatunk. Innen néhány méter tovább haladva már megpillanthatjuk a Konkoli Tege Szabó kúria maradványait. Ezek az egykori úri lakok a tehetősebb réteghez tartozó főként nemesi családok lakóházai voltak. Jellemzően a földbirtokuk központjában álltak, amit gyümölcsös, virágos és konyhakert választott el a majorság többi épületétől és a termőföldtől. A kúriáknak általában díszes homlokzata és nyitott fogadó folyosója volt, amelyet elegáns oszlopsor tartott. Ez fejezte ki a vagyonosságot és a pompakedvelést, viszont a kastélyokkal szemben ezek jóval fenntarthatóbbnak bizonyultak. Ráadásul a család felnőtt, kiházasodott tagjai külön háztartásban tudtak élni. Ezért is van az, hogy a 19. századi virágkorában 4-5 kúria épület is volt a Nagytagyos pusztai birtokon. Család legismertebb alakja Konkoli Tege Miklós, aki 1842-ben Pesten született. Tanult jogot és fizikát is. 1867-től Komárom vármegye aljegyzője, később pedig Tataváros megválasztott országgyűlési képviselője. 1890-től pedig Magyar Királyi Meteorológiai Intézet vezetője és a tudományág legnagyobb mecénása. Az idősödő tudós az 1900-as évektől többnyire a nagytagyosi családi birtokon tartózkodik, ahol meteorológia obszervatóriumot és egy kisebb csillagvizsgáló épületet is létesít. Azonban élete alkonyán ennek teljes felszerelését a Pannonhalmi Gimnáziumnak adományozza azzal a kikötéssel, hogy oktató csillagdát hoznak létre, melyből aztán 1916-ban bekövetkezett halála után sajnos semmi sem valósult meg. Így a nagytagyosi csillagvizsgálónak még az emléke is homályba veszett, pedig a tavasszal virágzó repszeföldek között biztosan jól mutatna.